videófelvételt készítek erről a Marantz bakelitlemez játszóról, amely a TT251-es típust tartalmazza. Direct Drive automata lemezjátszóról van szó, stroboszkópos, pitch kontrollos. A pótméterre 100%-osan tökéletesen jól működik. Mind a két fordulaton természetesen mindjárt fölemelem a kart, ráhelyezem a lemezjátszóra. Az utolsó számra teszem, hogy lássuk majd a végén a működését a lemezjátszónak. Gyönyörű szép hangja van. Hát itt pont van rajta egy karc, egy picit beljebb teszem. Hát itt már jó. Mint látjuk, folyamatosan áll a pótméter, tekerek fölfele belőle. Visszahajtom. Tökéletesen áll. Eltekerem hátrafele. Visszapörgetem, megállítom a stroboszkóp jelet. Megállítottam, átkapcsolok 45-ös fordulatra. Ott is lehet látni, hogy áll a jel. Hát jó, hát ez most egy olyan lemez, ami 33-ason megy egyébként. Nagyon szépen működik, mint látjuk. Közben lejárt a lemez, kikapcsolt a lemezjátszó. Kitette a helyére a kart. Tényleg nagyon szépen működik, hibátlanul. Hogy halljuk a hangját, hogy tényleg milyen dinamikával szól. Magas hangok, a mély hangok, minden gyönyörű szépen jön belőle. Köszönöm szépen, hogy megtekintetted róla készült videófelvételemet. Kérlek, tekints meg majd nagy felbontású képeimet is. Ebben a látható szép állapotban fogod megkapni a készüléket, gondosan becsomagolva, hogy ne tudjon sérülni. Ajánlom törékeny szállítást a készülékhez. A gyári kábele, ez a RCA kábel és a földkábel, ezzel van becsatlakoztatva az erősítőbe. Kérlek, tekints meg nagy felbontású képeimet, és további szép napot kívánok!